Sziasztok, én Marce vagyok, és üdvözöllek titeket a legújabb videómban. Annyi dolog van ebben a videóban, úgyhogy írtátok, hogy legyenek egy kicsit ilyen, hogy mondjam, izgalmasabb videók, hogy mondjuk elmegyünk driftelni, gyorsulgatni, stb. Hát ebben a videóban minden lesz, nagyon érdekes lesz, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy indul be az autó. Srácok, annyira gyönyörű hangja van, hogy elmondani nem tudom. De gyorsan elmegyek innen, mert kihívják rám a rendőröket. Na, itt vagyunk kint egy ilyen, hát mondjuk elhagyatott útszakasznak, Lacikával meg Tomival, őket már szerintem ismeritek így ilyen Instagram posztokban, meg Lacika segített live-olni nekem, és felveszünk egy pár ilyen, hát flyby-t, vagy hogy mondják ezt, amikor így elmész a kamera mellett, mert ilyet még nem csináltunk az autóval, és szeretnék ilyen videókat is, úgyhogy ezt ők fel fogják venni, úgyhogy aztán meg elmondom, hogy mit csinálunk. A terv az a következő, ha minden igaz, akkor új gumikat, szóval minden igaz, új gumikat kell majd venni, mert megyünk Piskolti Kevinékhez. Itt laknak tőlünk nem messze, hát nem ahol laknak, hanem van egy ilyen telephelyük, amit az ő videóiból gondolom már láttatok, és driftelni fogunk. Hát nem tudom, hogy ezt az autót mennyire fogjuk ott forgatni meg minden, de neki ugye, aki nem ismeri, egy profi drifter a srác, és van valami E92-je, vagy milyen van neki? Valami BMW-je van, mindegy, és akkor ott kicsit fog forogni, elvileg, Tomi azt mondta, úgyhogy reméljük nem hazudik, aztán meglátjuk, és szerintem ez kicsit izgalmasabb lesz, mint hogy feleslegesen pofázok, mint az összes videóban eddig, úgyhogy ez a mai terv, remélem élvezni fogjátok, meg ilyen klisés szövegek. Szélén, láttad? Hallottatok valószínűleg semmit, így most újra elmondom, hogy megérkeztünk ide a telepre, és egy kicsit meg fogjuk forgatni az autót, meg beülök Kevin mellé, aztán úgyis csinálunk egy videót, aztán majd még mondom, hogy mik lesznek a videó többi részében. No, a helyzet az, hogy mondtam Kevinnek, hogy kicsit forgassa meg a Nissan-t, és a legfontosabb kérdés az volt, hogy van benne sper, de hát ugye nincsen, úgyhogy majd ezt kell jövő év folyamán szerezni be. Ő is videózik. A mai videóban egy 370. Betekinthettek a kulisszák mögé. Szeretem, is videózni fog. Amúgy ilyen érzés lehet egy izé, ilyen érzés lehet elmenni amúgy egy ilyen videós gálára. Minden gyakér tartja fel a kamerát, és akkor... Mondtam neki, hogy forgassa meg az autót, mert ő azért mégiscsak jobban ért hozzá. Itt az előbb körbe driftent minket. Szép köröket lehet látni. Fú. Nagyon adnám, hogyha itt tudnék én is forogni, de hát nem biztos, hogy még a következő évben lesz, de majd igyekszem keresni egy olyan placot, ahol ezt így lehet próbálgatni, meg nem tudom.
Marci, nem te fogsz vezetni? Nem, most Kevin fogja körbe driftelni itt a helyet. Teljesen. Én bízok benne, hogyha összetöri, akkor igazából van itt, amit be tudok számítani. A7. Igen. X5. M. Bármi. Bármi baja lesz, itt van mit beszámítani, hál' Istennek, hogy elkérem a drift autót. Aztán azzal kicsit hazamegyünk. Jó. A manuálba tett be. Jó. Nem az ugye, srácom, hogy egy E92-64-es V8-a drifttel. De az egy 3 metrű. És tátja a száját. Ez a nem mindegy. Fura az autó óta. Rácsekkolni itt az Insta oldalakra. Tudom már, hogyha minden alacsony a fordulaton tartod, akkor kevesebbet kopik a gumb. Aha, értem. Úgyhogy itt ilyen professzionális tanácsokat is meghallgatunk. Hát, nagyon királyérzés volt, úristen. Srácok, üljetek be egy olyan mellé, aki tud driftelni, mert brutál jó érzés volt, hogy nem csak úgy forog, aztán ahova megy az autó, hanem tudta is irányítani. Így remegek, nagyon király volt. Most pedig ezzel fogunk menni egyet. Úgyhogy, tehát kicsit le van már amortizálva ez az autó, mert megnézzük. Várjál, ebben ilyen 4 pontos biztonsági öv van, ugye? Itt nem kell biztonsági öv. Nem kell? Hát ja, jó van, akkor... Itt... Jaj, sose ültem még drift autóba, baszki. Tényleg? Soha nem ültem. Jól becsuktam? Szerintem igen. Tehát ezt amúgy ajánlom figyelmetekben. Biztos volt. Milyen hangja? Tényleg nem kell biztonsági öv? Tényleg. Jaj, az szarom, nagyon para ez az autó amúgy. Úristen! Na most ilyen! Úristen! Hát nem hiszem el! Ez most elég jó volt amúgy! Ez most engem is tetszett! Minden, úristen, nagyon kemény! Hát ilyen autóba, srácok, hogyha tehetitek, üljetek be, mert teljesen irreális! Esküszöm, elfáradtam lelkileg, komolyan! Amúgy elején te fárasztó! Oh, my God.
Milyen volt, mesélj az élményeidről? Hát nem tudok itt mondani, nagyon-nagyon kemény. Csúszik, erős. Ja, amit hány ló vajon? Szerintem egy kettő valamennyi. Na, majd megkérdezzük. Nagyon-nagyon profi. Hát ja. Tudja, hogy hol vegye a gáz, tudja, hol kell megkuplungolni, nagyon kemény. Hú, még mindig remeg a kezem, nem tudom, mennyire lesz használható a videó, amúgy esküszöm. Egyébként ez a Megyek egy lájtosat cím szó alatt fut ez a kör, úgyhogy nem tudok. Nem találok szavakat komolyan, nagyon szépen köszönöm Kevinnek, hogy elvitt egy körre, mert ilyen volt. Tehát mondom, én soha nem ültem még drift autóba, de ez még ha így is néz ki, teljesen szét van baszva, de ez erre való, erre jó, hogy gyakorolni, bohóckodni, de brutális érzés volt, hogy nagyon szépen köszönöm neki. Ő is YouTube-ozik egyébként, ott azért jóval többen követik, mint engem, úgyhogy megtaláljátok a csatornájának a linkjét a leírásban, ne felejtsétek el bekövetni Instagramon se, és minket se. Vagyis hát Kevin meg engem. Kövessetek be minket Instagramon, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban, sziasztok!